100 évben. A trianoni békediktátum 100. évfordulói alkalmából szervezett Nemzeti Összetartozás évének programsorozatához is kapcsolódik az idei Határtalanul program. A programokra idén 4,7 milliárd forint jut, a pályázatok beadásának határideje pedig március 30-a, így a tervek szerint Tolna megyéből közel 2000 diák vehet részt teljesen ingyen határon túli többnapos kirándulásokon. Szeretnénk azt elérni, hogy magyarországi gyerek úgy a magyarországi iskolarendszert ne hagyhassa el, hogy a magyar kormány támogatásával iskolai szervezésben valamilyen magyar területre, valamilyen magyar településre ne látogatott volna el, illetve az ottani gyerekekkel ne alakított volna ki kapcsolatot. A magyarságtudat erősítését és a határon túli magyarokkal való ismerkedés fontosságát emelte ki Pintér Szilárd dombovár polgármestere a program nyitó rendezvényén. A dombovári tanulók nem először vesznek részt a Határtalanul programban. Tavaly az erdélyi Erdőszentgyörgyön töltöttek el több napot kísérő tanárokkal. Nem új jelenségként jelenik meg Dombán ez a program, hiszen visszamenőleg hosszú évekre már sikeresen a dombovári diákok részt vettek ezekbe a programokba. Ami még nagyon fontos, és azt gondolom, hogy az nélkül ez a program nem működhetne, ha nem lennének elkötelezett pedagógusok, akik mindenben segítenek, és ez a program csak attól tud sikeressé válni, hogy gyakorlatilag ők a szervezésbe és annak megvalósításába aktívan részt tudnak venni. Országos szinten 101 ezer, többségében 7. osztályos diák, összesen 450 ezer vendégészakát tölt el a környező magyar lakta országokban 2020-ban. A 2011 óta futó programban pedig már több mint 300 ezer magyar diák vehetett részt.